az iható Magyarországért. Egy igazi kulturális mix, benne minden, ami bor, kultúra, párlat, sör, koktél, kávé, gasztró és mérték. Ez egy igazán fogyasztóbarát műsor Nyulasi Gábriel Istvánnal és vendégeivel. Az iható Magyarországért. Szép estét kívánok, én Nyulasi Gábriel István vagyok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Folytatjuk a múlt heti kirándulásunkat, ugyanazok a vendégeink. Csizi Ivett, aki holisztikus szemléletű bodywork tanuló. Szia! Sziasztok! Szia, Gábriel! És a jobb sarokban pedig Pálinkás Beáta, improvizációs előadó, freestyle rapper. Sziasztok! No, hát akkor hol is tartottunk, hol is hagytunk abba? Vegyük fel újra a beszélgetés fonalát. Miközben egy számomra nagyon kedves kis borvidék Szeglet, kunsági borvidéken járunk, méghozzá a Monori. A Monori pince soron, Monori pince faluban, ahol a Lukácsi pincészet is tevékenykedik, és egy régebbi bormozin, most is lesz, ne felejtjétek, október 15-én, a lopakodó lelkeket vetítjük a Vino Pianóban. Októberi bormozi, október 15-én, gyertek, jelentkezzetek. Gyertek. Tehát ez a Lukácsi bor, ez egy régebbi bormozin volt, Rajnai Riesling 2017-es, valószínűleg 2018-ban volt egy bormozin, és ezt most kibontottuk, mert hát kíváncsi voltam, alapvetően ez egy reduktív bor, és lássatok csodát, 3 éves reduktív bor, és kitűnő formában van. Tehát egyszerűen egy nagyon tiszta ásványosság jön a borból, tényleg nagyon egy ilyen frissen meszelt fa felület. Igen, határozottan jó. Egy ilyen tisztaság, könnyedség, frissesség, kis citrusok, és belekortyolva nagyon kellemes. Igen, nagyon jó. A sav készlet, tehát itt is jönnek a citrusok. Érződik, hogy a savak mellett valami kis cukorka és bujká, mondjuk nagyon markánsak a savak, tehát a Rajnai Rieslingről beszélünk, ahol azért a savak azért néha szépen játszanak, nem véletlen Németországban is a Rajnai Rieslingek azok ott gyönyörű karriert futottak be, úgyhogy gratulálunk a Lukácsi pincészetnek innen a stúdióból, hogy 2017-es Rajnai Rieslingük bizony tökéletesen toppon van. Így van, aki ismer engem, azt tudja, hogy nem vagyok egy reduktív eljárás fanatikus, jobban szeretem a hordós érlelést eljárással, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon kellemes, ez a kis bor, és tényleg nagyon jól beindítja, elnézést, hogy ezt mondom, de az ember nyál elválasztását, nagyon kellemesek a savai, mégsem sok, tehát nem lesz az, ami annyira összehúz már, bár tudom, hogy ez a tannin, de egy nagyon, nagyon kellemes, és a pohárba bele szagolva pedig tényleg ezt a friss hegyi levegőt észleljük. Én nem tudom, hogy még nem kóstoltam a meszes falat, ugye Gábriel ezt mesélte, nem de tudok néha, ezzel néha, azonosulni. Néha az ember nekidől egy meszes falnak, néha az ember, nagyon érdekes, amikor templomokba jár az ember, és frissen messzel templom, annak is van egy érdekes, vagy egy terem, ami ki van messzelve. Szóval jön a kálcium karbonát azzal, hogy tehát van egy jellegzetes illata a karbonátoknak. Valóban. No, de hát... Repperek a templomba, ugye ez a... erről most ne beszéljünk, de alapvetően én nagyon szeretem a templomokat. Végis reppelni bárhol lehet. Reppelni bárhol biztos. Lehet. És tényleg bodyworkozni bárhol lehet? Hát leginkább a bodywork csoportokban, amik megvannak hirdetve. Tényleg a múlt héten beszéltünk elég sokat a bodyworkről. Nem tudom, hogy még... De én még mindig nem értem, én most kötekedni szeretnék egy kicsit, hogyha lehet. Tehát én úgy képzelném el ezt, vagyis nem tudom, én nekem van több masszőri végzettségem, többek között a Maori masszőri is. És ugye az egy táncos masszázs, és ennek van egy mozgáskultúra alapja, aminek az elsajátításánál azt gondolom, hogy mi is bodywork munkát végeztünk, de mégis ez érdekel engem, ugye,
hogy ez hogy néz ki, tehát van zene, és mindenki azt csinál, amit akar, vagy van egy gyakorlatsor, amit csinálni kell, vagy van egy gyakorlatsor, amit elkezdenek, aztán ez átmegy valamibe, ami sikerül belőle, vagy hogy képzeljük ezt el? Biztos némiképp irányított, igen, de biztos van szabad része is. Igen, tehát némiként irányított, ugye nyilván van egy csoportvezető, aki vezeti az egész csoportot, és zene, tehát zene is mindig van a mozgásos gyakorlatok során, és hát a gyakorlatok meg ugye többféle lehet, tehát van a szabad rész, amikor akár szabad tánc, vagy azt csinálsz, amit éppen szeretnél arra a zenére, ami szól, és hát vannak az irányított folyamatok akár, amikor valakivel párban csinálsz egy gyakorlatot, vagy hármas, négyes, ötös csoportokban, vagy akár az egész csoportban. És akkor ugye itt mindig te döntöd el, hogy mennyire adod bele magad a gyakorlatokban, mennyire mész bele, mennyire tudsz és kapcsolódsz önmagaddal. Meg mennyire tud az ember megélni. Igen, mennyire tudsz megélni, és ugye ugyanaz a gyakorlat akár, hogyha egy idő után én magam végzem el mondjuk ugyanazt a gyakorlatot, lehet, hogy nekem is teljesen más fog adni a következő alkalommal megmutatni önmagamból. Hát ahogy egy pohárból is lehet, hogy teljesen mást fog adni, ahogy megkóstolom kedden, vagy ahogy megkóstolom szombaton. Pontosan. Már teljesen más aromákat. Én is más leszek. Mondjuk tényleg, most a bor mennyit változik, én mennyit változom, a hangulat mennyire változik, milyen pszichével rendelkezem. Szóval nagyon-nagyon sok mindentől függ ez a dolog. Én azt hiszem. Ugye, Beus? Így van, nagyon sok mindentől függ. Nem csak a bor, még az emberek is változnak mindig egy adott az helyzetben, meg a nézőpontunk is megváltozik. Az is, a hangulatunk is befolyásolhat nagyon sok minden. Valamint a környezeti tényezők. És ugye minél jobban azt gondoljuk, hogy valamivel kapcsolatban van egy bizonyos tudásunk, ahogy telik az idő, annál jobban látjuk, hogy ez mennyire eltörpül a teljességhez képest. Ez így van. Mindig nekem a zenével kapcsolatban is így van ez. És egyébként nagyon érdekes, én is voltam már pár bodywork és nem bodywork jellegű tevékenységen, és nálam mindig a zene az a pont, ahol mivel többféle zenével foglalkozom, a zenével való kapcsolatom azt gondolom, hogy egy kicsit mélyebb már, mint az átlag, és akkor itt már be is ragadtunk, hogy valójában pedig lehet, hogy sokkal felszínesebb, de az biztos, hogy nekem nagyon meghatározó, és nagyon befolyásolja a hangulatomat is a zene. És ha már freestyle rap, nem szoktam magamat feltétlenül freestyle rappernek titulálni, annak ellenére, hogy... Pedig most kimondtuk, tehát így lett bemutatva. Igen. Ugyanakkor most ez is... Most már nem visszakozhatunk. Tulajdonképpen a weboldalam is erről szól, MC Spirit adj élményt velem, hiszen kis freestyle show-kat hozok létre, amelyeket akár ajándékozás, akár élményszerzés céljából ugye igénybe lehet venni, és azért igazából külső befolyásolás és bátorítás alapján jött ez létre, mert volt egy-két csapatépítő, hát amit most ugye átmenetileg a vírus miatt nem annyira lehet, kicsit de... Kicsit nehézkesebb, a bormozikon is kicsit vannak, akik félnek, de a bor azért segít. Az fertőtlenít. Segít egy kicsit. Ígyunk hozzá rövid italokat is, ugye, és akkor ez még jobban fertőtlenít. Ez ilyenkor érdemes, de egyébként be lehet csempészni a bormozira amúgy pálinkát is, csak nem szabad a Gábrielnek szólni. Na csak óvatosan. Én azért a kultúrát, a alkoholfogyasztás híve vagyok. Én tehát, is. Ma nem is parfümöztem be magam. Ne használjon minket az alkohol. Mi használjuk az alkoholt. Merüljünk el a csodálatos magyar borok világába. Nézzük meg, hogy mit tud egy Lukácsi bor, mit tud egy Podmanicki, vagy akár egy Tastner. A következő fél időben is kóstolunk majd egy bort, amely nem sokára elkövetkezik. Nagyon szép a száraz próba is.
De azért az alkoholfogyasztás is olyan, mint a bodywork, ugye, hogy éppen milyen hangulatunkban vagyunk, milyen állapotban vagyunk. Hát mennyit ettünk, mit ettünk. Tudjuk, hogy milyen hatással lesz ránk. Legalábbis nekem ezek a tapasztalataim. Nézd, hát van ismeretszerző bodivás, van örömszerző bodivás. A kettő nem zárja ki egymást. Mindig ezt szoktam mondani. Tehát, hogy egy jó bort kóstolsz, akkor az mindenképpen örömet is okoz. Mint ahogy Hanvas Béla is mondta, tehát leérkezik a bor, és a kis angyalkák odabent táncot lejtenek. No, hát akkor beszélünk majd még borokról, zenéről, bodywork-ről, bármi másról a következő fél időben is, tehát a szünet után, úgyhogy kedves emberek, kedves hallgatóink, ne menjetek nagyon messzire, mert folytatjuk. Dunakanyar FM 94.1, a hullámok hullámhosszán. Szép estét kívánok, én Nyulasi Gábor István vagyok, továbbra is az Iatóbb Magyarországért műsorát hallgatjátok, kedves hallgatók, és még mindig itt van velem ez a két fantasztikus hölgy a stúdióban, Csizi Ivett, holisztikus szemléletű bodywork tanuló. Sziasztok. És Pálinkás Beáta, improvizációs előadó és freestyle rapper. Sziasztok! No, sziasztok, sziasztok! A poharunkba belekerült egy fantasztikus bor, amit én hoztam. Bizony, bizony, egy Sauvignon Blanc, egy Sauvignon Blanc a Bock pincészettől. Pécsi OM van ráírva, Sauvignon Blanc 2015. Nos, hát ez egy nem mai jó, gyerek. Jó, most mielőtt belemegyünk a részletekbe, elmondom, hogy reggel elindultam egy borral a szatyromba, és a szokásos napi rutinnak megfelelően a hajnalba én már a teremben voltam. Egy edzőteremben. Így van, most éppen egy jógateremben. Mert most nagyon gyúrsz. Mire gyúrsz? Az történt velem, hogy lassan egy éve invitáltak egy zenekarba, amire egy rockzenekar alapvetően, hogy énekeljek, és én elkezdtem énekelni, és rájöttem, hogy nem tudok. Gyakorlatilag ez történt. És azóta most már tudsz énekelni, Beus? De azt mondom, hogy így érzem a fejlődést. Ezt még így nem állítanám, de jól haladok. Mi most sokat járok stúdiózni, rátapintottál a lényegre. Olyan dolgokat szoktam felvenni, amiben van rap is, ének is, és így két tábor van. A stúdiósok egyrészt azt mondja, hogy hú, ugye, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Annyi, hogy ezt a rappet felejtsd el, és kezdj el énekelni, mert ez nagyon jó lesz. A másik fele pedig azt mondja, hú, ugye, ez nagyon jó. Ugye, nem a csaj rappet kéne tolnod, ezt az éneklést felejtsd el nagyon. Akkor így könnyű eldönteni. Úgyhogy igazából 50-50 százalék. Inkább iszok és edzek, nem? Ez a kettő jó? Figyelj, akkor majd kialakul. Fej vagy írással eldöntöd, hogy éppen mit csinálsz. Tényleg? Tehát rekeszizmot fejlesztek, és tüdőkapacitást bővítek. És tehát, hogy hangosabb, erősebb legyen a hangod. És tisztább. És így tisztább, jobban és jobban bírjad, jobban tartsad. Tényleg, évet. Te ugye sminkelni szoktál, úgy hallottam. Hát igen, körülbelül 5-6 éve végeztem el egy smink és maszkmesteri tanfolyamot is. Igaz, az utóbbi pár évben ritkábban sminkelek, mert ugye a munkám, meg a rengeteg önismereti tanfolyam rengeteg időt vesz el tőlem. De nemrég egy lagziba is sminkeltél. Igen, és igazából már most van 3 esküvői smink. Na, hát gratulálom. És videóklipeket is vállalsz? Bármit vállalok, hogyha belefér az időmbe, és össze tudjuk egyeztetni. Tehát lehet akkor nálad jelentkezni egy kis sminkelésre. Lehet igazából. No, hát akkor hallották, kedves hallgatók. És másra is lehet jelentkezni. Tényleg, Beus, említettél valamit, hogy férfiakat keresel, vagy fiúkat? Vagy csávókat? Inkább férfiakat, én ezt így mondanám, de amúgy egy is elég. Jól kezdődik. De ha egy nem lenne, több is jöhet egy. Pár kapcsolat? Vagy egy pár kapcsolat? Akár az is, nem?
egy párkapcsolat, jól jöhet egy párkapcsolat, de... Egy videóklipbe keresem szereplőt, ugye? Így van, férfi főszereplőt keresek, többnyire párkapcsolati témákat feldolgozó videoklipjeimbe, és egyébként itt szeretnék népszavazást indítani, mert hogy megoszlanak a vélemények, miszerint valaki azt mondja, hogy mindenképpen legyen másik fiú, van, aki pedig azt mondja, hogy és én is, én igazából hát, laza vagyok. Szóval minden megoldás érdekel, valaki pedig azt mondja, hogy egy fiú, és egyébként én ebben is nyitott lennék, hogy ugye több arcát, több színét mutassa meg valaki. Hány klipről van szó körülbelül? 4-5 klip, ami most szóban forog. Ha egyszer megvalósul, de meg fog valósulni. És igazából itt ugye karaktert keresek, egy olyan 1,80-1,90 magas, sportos, nem kell, én nem hiszek a tökéletességben, ezért sármos szerintem ez a jó férfi. Ez a jó szó, akkor hova írjanak a kedves hallgatók, ha esetleg szeretnének jelentkezni? beata.pálinkás@gmail.com e-mail címre írjanak. Jó, hát reméljük, hogy valaki jelentkezni fog, aki megfelel a kritériumoknak. Na de beszéljünk erről a kis Sauvignon Blancról, ami 5 éve benne van a palackban, és itt nagyon érdekes, nekem volt a kétségeim, hogy vajon mit fog produkálni, mert hát ez egy alapvetően reduktív bor, ami 5 éves, tehát egy kicsit már túlcsúszott a friss és üde fogyaszthatóság keretein. De azt mondom, olyan, hogy... mint én. Azt mondom, hogy... Túlcsúsztunk már, hogy az hatósa keresek. Nem. Elindultam egy 2009-es küvével, egy fantasztikus birtokból, egy nem baj, nem baj. Ebből a borból is lehet tanulni. És nagyon leborult a padról, és gyermekkori cukorka élményeim jöttek be. Igen, az a narancs és citromgerezes cukorkának, a beleszagoltam a kis nylon zacsiba, akkor ez az aromatika jött vissza. Kedves hallgatók, ezt elértem, hogy a stúdióban cukorka élményekről mesélnek nekem. Körülbelül olyan pár évtizedet azért vissza kellett ugranom. Évet neked egy kicsit kevesebbet. Természetesen, hisz hatalmas a korkülönbség. Hát köszünk. Igen, óriási. De én nem tudom, miről beszél. Az ilyen boroknak is megvan a maga helye, és idején azt mondom, hogy az ember legyen változó szellemű, tehát bontson régebbi borokat, bontson olyan borokat, amelyeket más nem próbálnak ki, mert hogy minden borból lehet tanulni, és minden borban van valami izgalom. Tehát, hogy azt mondom, tehát, hogyha rossz egy bor, a rossz tulajdonságaiból is lehet tanulni. Tehát, hogy egy híres parfümőrrel beszélgettem, aki azt mondta, hogy te figyelj, felejtsd el, hogy csak jó illatok vannak, és hogy jó illatokból kreálunk, meg akármi, hanem egész egyszerűen a szagok, a nagyon durva aromatika, az is tud egy izgalmas élményt adni. Én azt mondom, itt is, mint minden másban, a szélsőségek, tehát vagy a jóra, vagy a rosszra emlékezünk, ugye? És még azt mondjuk, hogy nagyon testes, vagy a szépre, vagy nagyon harmonikus egy bor, akkor is az már a nagyon jóba tartozott, de azért inkább a kiemelkedően szájízünknek megfelelő, vagy a kiemelkedően nem nekünk szóló borokra emlékezünk a legjobban. Hát igen, lényeg az, hogy valami megragadjon a borban. Tényleg, Ivett, most térjünk vissza ez a gumicicához, igen. A bodywork-höz, mert hát ez egy bodywork-nek is szentelt adás, úgyhogy mi az, ami megragadott benne, és ami újra és újra beindít benne? Szóval ez a kérdés érdekel. Fú, hát ez nagyon összetett, rengeteg dolog egyébként, de... Zanzás itt van, mert a műsoridőnk véges. Amit kiemelnék, az biztos, hogy az elfogadó, befogadó tér, ahol minden megtörténhet, és mindennek helye van. Lehet az ember dühös, szomorú, tehát kiérheti az ember az érzéseit. Igen, lehet ugyanakkor boldog és örömteli is. Tehát nem csak a negatív érzésekkel foglalkozunk, hanem a pozitívak megélését is kiműveljük a bodywork során. Tehát tulajdonképpen egy nyitottabb érzelmi világ felé terel, egy struktúráltabb
kifejezési rendszerben? Egyrészt igen, meg ugye az itt és most a lényeg. Tehát az itt és mostban kapcsolódhatok önmagammal, a legigazabb önmagammal. Tehát egy kárped ilyen? Igen, ez kicsit. Tehát vonulat. Ez a hadd lehessen, ami van, mi most a legigazabb bennem, és azt szerint cselekedjek. És ugye ez aztán beszivárog a külső életünkbe is óhatatlanul. És ott is már egy jobb lelki állapot. Hát egy jobb önmagunkat adjuk, amikor kiaknáztuk a bennünk levő lehetőségeket, meg földolgoztuk esetleg az elakadásainkat, blokkjainkat. És most már földolgoztad az összes elakadásodat? Hány van még hátra? Hány útelágazás van még? Kedves Gábriel, ha én ezt tudnám. No igen, hát ez egy élethosszígtartó folyamat, pontosan. De az adásunk lassan véget ér, úgyhogy kedves hölgyeim, kérek egy-két búcsúmondatot mindenkitől. Találkozunk a következő Bormozin október 15-én, méghozzá a lopakodó lelkeket vetítjük a Vino Pianóban, úgyhogy lehet rá jelentkezni, gyertek! Gyertek az októberi Bormozira, és próbáljátok ki a Bodywork-öt, ezt a csodálatos módszert. Bodywork.hu oldalon bármit megtaláltok ezzel kapcsolatban. Lájkoljátok az Iatóbb Magyarországért-ot, és mc-spirit.live. Pontosan! Köszönjük szépen, hallgassatok bátran. Sziasztok! Sziasztok! Önök az Ihatóbb Magyarországért című műsorunkat hallották itt az FM 94.1 MHz-en. Dunakanyar Rádió, a hullámok hullámhosszán.